Szép jó napot kívánok mindenkinek, én Nagy Benedek vagyok, és itt van velem a műsorvezető társam, Nagy Dani. Szia Benni, és üdvözlök minden kedves nézőt itt az Exatlonról szakszerűenben. Ami heti rendszerességgel érkezik két platformon is, a tv2.hu-n és a The Big Fam YouTube csatornán, ami az utóbbi egy ilyen bővített verzió, úgyhogy érdemes azt is nézni. De ne is csapjunk bele még a lecsóba, hogy van a lábad? Köszönöm szépen, Benni. Lekerült róla a gipsz, mint láthatod. Lendület most már megvan, még nem akkora, mint az exatlonos akadálypályákon, de alakul. Tudnál már futni? Hát futni azt még nem tudok, de nagyon gyorsan sétálok. Hát figyelj, viszont a első adás nézettsége úgy felfutott, hogy még mi se számítottunk rá, nagyon-nagyon durvák vagytok. A két platformot összerakva több mint 200 ezeren néztétek meg, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk. Nagyon szépen köszönjük nektek, úgy láttuk, hogy tetszik ez az adás, úgyhogy folytatni fogjuk, és nagyon bízok benne, hogy nem csak az előző vendég miatt nézték meg ennyien. Hát, hogyha esetleg így is van, lehet, hogy a mai még rádob egyet, ezt majd meglátjuk a mai adás után. Az idei Exatlon egyik nagyon ikonikus emberét hoztuk el ma nektek, akinek a farzsebében mindig van egy légvédelmi ágyú, aki majdnem eljutott az Exatlon döntőjéig, és aki mindig ügyeletes volt a poénok és a jókedv terén a kihívó csapatban. Itt van velünk Pálfi Geri. Ahoj, barátaim! Ahoj! Szia, Geri! Ahoj, kedves néző! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Nagyon nagy megtiszteltetés, srácok. Köszönöm szépen. Hol hagytad az ágyúdat? Még egyelőre Dominikán lőttem ki utoljára. Még itt van a farzsebemben, ahogy mondtad, de remélem itt is kilőhetem majd. Honnan jött egyébként? Mert ezt nem is beszéltük meg, hogy honnan jött az ötlet, hogy egy hatalmas rakétát lőj fel a világűrbe. Igazság szerint néha nagyon fura ötletem támadnak, és az egyik pályán jutott eszembe, hogy ezt el akarom lőni, amikor a bányapályán voltunk, és 6-1-re vezettek a bajnokok, és úgy éreztem, hogy valami humort bele kell vinnem, mert a feszültséget oldanom kell a csapatnál. És amikor behúztam a pontot, akkor úgy eldurrantottam ezt a rakétát, és belerobbant a humor, és onnantól kezdve egészen jól feljöttünk, felzárkoztunk. Ledobtuk ezt a feszültséget, úgyhogy elérte szerintem a célját, úgyhogy örülök. Hát szerintem, és szerintem ezt védesd le még most. Jöjjön a főcím! Mert ilyen Geri, egy olyan kérdésem lenne, hogy meseld már el, hogy mi a HAU-nak a története. Ott voltam, megéltem, tudom, hogy milyen erő van benne, de nem tudom, hogy honnan jött ez az egész. HAU az egy csatakiáltás lett volna, és emlékszem, hogy amikor ezt bedobtam a csapatba, akkor mindenki azt mondta, hogy fixen nem. És igen, te főleg azt mondtad, hogy fixen nem. De amikor az első futamot lenyomtuk, arra is emlékszem pontosan, hogy te voltál az, aki mellettem HAU-zott, és utána az egész csapat ráment a HAU-ra, és nekem ez egy nagyon jó érzés, hogy a mai napig csinálják ezt, szóval egy részem mindig ott van velük, ez jó. De ez nagyon király, hogy ezt most elmondtad, meg feltetted a kérdést, mert én mai napig abban a tudatban voltam, úgy rém lett, hogy az első adásban, amikor valaki ment a pályán, talán te, vagy valaki más, akkor Ricsi kezdett el HAU-zni, és én azt hittem, hogy az onnan jött, úgyhogy ma is. Ez Geri hozta, én nagyon furcsán néztem rá igen az elején, de aztán valahogy, ahogy csináltad, olyan lendületet adott a csapatnak, hogy ezt meg kell tartani, úgyhogy és nagyon volt. Fontos, hogy nem VAU. Nagyon sokat hallottam azt, hogy mi az, hogy VAU. Nem VAU, hanem HAU. Ez fontos. Mindenféleképpen is szeretném majd ezt a műsort lezárni, hogy egy közös HAU. Van nekem is egy kérdésem, de előbb meg kell kérdeznem, hogy van-e kapcsolatod? Bonyolult. Bonyolult. Akkor majd nem mond neki, hogy szerepeltél ebbe a műsorban, de hogyha pontozni kéne a bajnok csajokat egy 10-es skálán, ezt hogyan tennéd? Igazság szerint nagyon könnyű a válasz, mert hogyha becsukom a szememet és látom magam előtt a 4 bajnok leányzót, mindegyiknek 10-est adok, szóval elképesztően néznek ki, és belülről is elképesztőek, úgyhogy az összes csajszi egy 10-es. Nem hittem volna, bár ez a kérdés nem volt felírva. Igen, nem hittem volna, hogy válaszol rá, de fullosan meg lett. De azért köszi. Milyen volt a hazautad? Engem még az érdekel nagyon, hogy azért csak egy nagyon fontos szakasz zárult le itt nekünk, még ha nem is volt olyan hosszú, de hogy élted meg, amikor el kellett utazni Dominikáról? Volt bennem persze szomorúság, főleg amikor felszállt a repülőm, és kinéztem az ablakon, és láttam, hogy elhagyom Dominikát, az nagyon rossz érzés volt. De volt bennem egy olyan jó érzés, hogy küldöm az energiát a csapatnak, és az, hogy otthonról fixen fogom nézni ezt a műsort, és imádom ezt az egészet, és nem gondoltam volna, hogy tényleg ennyit adhat ez az egész. Úgyhogy vegyes érzelmek. Úgyhogy mai napig nézed a műsort? Természetesen. Üvöltve nézem, mindig átjönnek a szomszédok, hogy kicsit jó lenne halkabban.
Na hát ez azért is fog jól jönni, ugyanis most rátérünk az elemző részére a műsorunknak. Ma megint nagyon-nagyon sok minden történt a héten. Volt itt... Szem nem maradt szárazon. Igen. Erőpróba, alapból 3 napos erőpróba van, az ami eddig volt. Nem volt. Egy új élménnyel. A videóhívás annak iszonyatos nagy jelentősége volt. Plusz megtört a fiúknak a négyese a bajnokoknál, ami... Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen hatással lesz majd a csapat jövőjére. Hát nézzük meg! Na, hát izgalmakban ezen a héten is volt bőven részünk. Igyekeztem összesűríteni megint. Az a baj, hogy megint egy órás elemző műsort is csinálhatnánk, de sajnos nincs erre idő. Időrendi sorrendbe fogunk menni. Ugye most egy 3 napos erőpróbán vesznek részt a versenyzők, és ebből az első nap az volt a fődíj, hogy aki a faházba kerül, az haza is sétálhat. Hát ezt nem csináltam volna végig. Azt gondolom, hogy a hétfő az egy nagyon fontos nap mindenki számára. Biztos, hogy mindkét csapatnak persze a csütörtök a legjelentősebb, de így a saját bőrünkön tapasztalva azt gondoltam, hogy a második helyen az a villáért folytatott harc van, ugyanis nagyon nem mindegy, hogy a héten hol pihensz, meg mennyit pihensz, meg milyenek a körülmények, és azt eleve elbukni az, hogy a faházba kerülsz és oda hazasétálni egy ilyen nap után, amit láthattunk, azért az durva. Elképesztő volt, szóval még abban is gondoljatok bele, hogy azért ez egy vizes pálya volt, és belementek a vízbe, teljes tetőtől talpig vizesek voltak, és vizes ruhába, vizes cipővel kellett ezt lesétálni, ezt a távot. És nincs túl meleg, ugye? Hát esténként egyébként, emlékszel, milyen hideg van esténként? Sok emberen kabát van, és rajtunk meg póló, meg vizes ruha lenne. És rajtuk is az volt. Pókokról nem is beszélve. Hát ilyen két ökölnyi méretű pókok, nem elég, elég ijesztő. Nem elég, hogy akkor a kudarc érte őket, még haza is sétálhattak, tehát így se tudtak készülni a következő napra. De ha pozitív oldalát nézzük, akkor hát ez megerősíti a csapatot mindenféleképpen. Abszolút, a faházban is azt láttuk, hogy nagyon összetartó kis közösség lett a bajnokoknál, és egy ilyen hazaútnál azért úgy elgondolkozhatsz, hogy vajon mit rontottál el, egymást támogathatjátok, úgyhogy össze is tudja hozni azért a csapatot egy ilyen séta. Ettől függetlenül nem lettem volna helyük. Hát, na én se annyira. Te megúsztad a faházat teljesen, nem? Én megúsztam. Én úgy voltam vele, hogy nem is akartam megnézni egyébként, hogy milyen a faház, és én megúsztam, hála Istennek. De ezt a két élményt összesűríteni, faház is, és még vizes ruha is, és még séta is, bocsánat, 3 dolog. Ez kemény. Ezt inkább úgy voltál vele, hogy I'm out, mentem haza, sziasztok. Okay. A következő nap viszont, hát szerintem Szem nem maradt szárazon. Ugye az volt az élményük most a győzteseknek, hogy egy videóüzenetet kaphattak a család tagjaiktól, és hát ezt a bajnokok húzták be. Annak ellenére, vagyis hát nem annak ellenére, de Bálinton az elejétől fogva, az adás elejétől fogva látszódott, hogy ezt mindennél jobban akarja, és pont miatta szerintem igencsak sokan elérzékenyültek a tévé előtt. Én is azt láttam, hogy a bajnokcsapat lányversenyzői szeretnék a legjobban ezt az élményt, ha így mondhatom, és Bálinton és a kihívó csapat is ezt látta Bálinton már, és mindenképp meg szerették volna nyerni ezt nekik. Hát én, hogy őszinte legyek, én ugyanilyen szomorú, és lehet, hogy ennél mérgesebb is lettem volna, ha nem mi hoztuk volna el ezt. Úgyhogy ez egy nagyon fontos része ennek az egésznek. És ember, mondja csak. Itt volt fontos egyébként az elme is, hogy mennyire vannak az emberek felkészülve erre. Mondjuk erre nagyon nehezen lehet felkészülni. De hogyha úgy nézzük, akkor lehet, hogy ez nem volt egy akkora ajándék a bajnokoknak, mert a bajnokok azt mondták, hogy akkora energiát, akkora erőt kaptak, és másnap szétszedik a pályát, és 10-12 lett a vége. Szóval nem biztos, és ekkora különbség még soha nem volt az Exatlon során ebbe az évadba, hogy 8-al a kihívók mentek volna. Szóval ez is jelenthet valami. Kizökkentek szerintem. Igen. Így a mindennapokból, és... Ez egy nagyon jó gondolat egyébként. Igen, ebben én sem gondoltam. Szóval, hogy ez igazából elindította a dominót. Tehát igen. Elbukták másnap a Jokert, ezáltal nem volt előnyük, így elbukták a párbaj, a végjátékot, és azért egy csapatuk ment haza, és ha azt nézzük, innen indult el. Ez egy nagyon jó meglátás. Amennyire jó ez a dolog, annyira rossz. De lehet, hogy kétszer annyi rosszt okozhat, mint jót is.
Így van, azt ki szeretném viszont emelni, hogy emberségből többen is jelesre végeztek. Vagy vizsgáztak. Vizsgáztak, igen, ezt szeretem volna mondani. Többen, legalábbis én Krisztiánra emlékszek, felszerette volna ajánlani ezt a élményt a Bálintnak, sajnos a szabályok nem engedhetik meg. Az hasonló volt, mint amikor én voltam sérült, és nekem kellett kiválasztanom, hogy Ricsinek ki lesz a párbaj ellenfél, és hát Geri, és akkor én ott próbáltam jelezni, hogy akkor menjek én haza, mert lehet, hogy nem lesz jó lábam, de nagyon szigorúak a szabályok, nem véletlen, de az biztos, hogy egy hatalmas gesztus volt ez Krisztián. Az megmaradt bennem egyébként, akkor tényleg nagyot nőttél a szemembe. És hova? Nem, de egyébként a Krisztiánra visszatérve meg ő is elképesztő, fantasztikus volt, hogy tényleg ennyire emberséges. De szerintem ott mindenki jeles látszik. Volt emberségből. Igen. Na, kicsit vidámabb témát hozok a harmadik videónak. Láttátok-e? Szerintem időrendben most itt megcsúsztam, de azt láttátok-e a Benőnek a viccét? Hát figyú, én ha ezt most le fogod adni, akkor én ezt nem. Köszi. Hát, de ismertétek a viccet? Nem. De nem véletlen, mert sose. Borzasztó. Én hallgattam, én is úgy ültem, és így, ez brutál, ez király. Ez olyan volt, hogy... Ez biztos, hogy el fogom sütni. Nyomkodtam a telefonon, már nem tudtam mit csinálni, úgyhogy én is az lettem volna, aki elsétál, de Ricsi előtt le a kalapa, hogy ezt véghallgattam. Mondjuk de ezek szerint te is véghallgattad volna? Én simán, figyelj, én így ültem volna, hogy na mi lesz a vége, nekem muszáj lett volna véghallgatnom. Igen, tehát itt most be volt játszva a videó, de a lényeg az, hogy Benő szerintem egy 10 percig legalább húzta ezt a viccet, hanem 5 percig mondjuk, többen nem bírták ezt végigülni, egyedül Ricsi volt, aki hajlandó volt. Emeljük ki ezeknek a poénoknak, vicceknek a fontosságát, igen. És itt Geriről is szeretnék szót ejteni. Ricsi véghallgatta ezt, Geri, te is véghallgattad volna. Egyértelmű. Egy ilyen nehéz napok után, amikor tehát folyamatosan versenyzés van, csak a verseny körül járnak a gondolataid, készülsz, edzesz, nagyon jó. A poénok mindig elterelik erről a figyelmet, és ezáltal tudsz teljesen pihenni. Úgyhogy Benő emiatt tök jó, szerintem egy nagyon jó csapattag lesz, hogy el fogja tudni venni a figyelmüket a versenyzésről, és ezáltal ki tudják pihenni magukat. Muszáj poénkodni, mert tényleg, amit te is mondtál, az, hogy ez a feszültség, ami folyamatosan átjár minket, és folyamatosan ezen gondolkozunk, és a poén az, ami ebből kiszakíthat minket. És adott esetben az ilyen poénok, még hogyha hosszú is, de 10 percig nem fókuszált arra, hogy úristen, most milyen lesz a következő nap, hanem arra 10 percre is elvonta teljesen a figyelmét. Zseniális. Én piszkosul nagyot röhögtem, amikor a végére jutottunk, el se tudtam képzelni, hogy mi lesz a vége. Hát jó volt, feldobta az estét. És a végére egy olyat hoztam, ami hát elég megosztó volt, és nagyon sokan kiakadtak rajta, szerintem jogosan, amikor a bajnokok, azon belül is Máté robbantott egy vitát, egy beszélgetés közepette, amikor hát nem mondott szépet a kihívókra, ezt inkább hallgassuk meg. Kérni a holnapi nappal kapcsolatban. Az első az, hogy felejtsük el azt, hogy most ők kézilabdáztak, röpisztek, labdasportot csinálnak, és hogy milyen ügyesség itt lesz a végén. Mert nem véletlenül mi bajnok csapatban vagyunk, ők nem. Lehet, hogy csak egy délutáni szakkörben kézisztek, röpisztek, és így már az égig magasztaljuk őket, és azt hiszük, hogy ők ezerszer jobbak nála. Nem. Ők soha nem nyertek bajnokságot, mi többször is, úgyhogy így álljunk oda. Megálltam igazából. Ez volt a fő. Hú, jó, elszabadultak az indulatok. Fogd vissza a lovaidat. Ez elég erős és kemény kijelentés, hogy én, mint egy országos bajnoki címmel rendelkező 100 méteres vágtázó, azt mondani, hogy egyébként nekem nincs semmim, és egy napközis táborban végeztem. Neked van ilyen eredményed? Igen, nekem például van egy országos bajnokim, és úgy hallottam, hogy neked is. Nekem országos harmadik van atlétikában, de mit... Na, kezdjük el az elejéről. Szerinted miért lehet ez a feszültség Mátéban? Jó kérdés, hogy miért lehet hát ez. Ez melyik szerintem nap után volt? Ezt tudjátok, ez a Joker. Én azt gondolom, hogy ő már itt sejtette, hogy így az esélyeik arra, hogy ők mennek, majd fiú megy párbajra. Szerintem most nem azért, de itt már itt féltették a hátsójukat, és ő is, és bepánikolt egy kicsit.
És ez a pánik volt. És nem akart ő rosszat, motiválni szerette volna csak a társait, hogy a holnap mindenképp nyerniük kell, és aztán ki is tért az egóra, hogy ez ne az egójukkal foglalkozzanak, mert ez például egy jokerjükbe került. Szóval amúgy teljesen megért, tudom, hogy nem rossz szándék, vagy én azt gondolom, feltételezem mindig a legjobbat az emberekről, és azt gondolom, hogy ez nem rossz szándék, nem akarta. Vagy nem úgy értette, hogy akarta, csak kimondva már teljesen más volt, ami egyébként a fejében azért... lehetett. Csak kimondva azért, tényleg azért kicsit fura volt. Azért ezt nagyon sokan nézik, igen, ezt a műsort, és azt, igen, gondolom, hogy kívülről szét is szedték a komment szekciókban. Igen, igen, azért is raktam bele, mert ez durrantott ez a klip a héten. Szerintem nem így nem szabad hozzá. Én pont, hogy úgy állok hozzá mindig az ellenfélhez, hogy ő nagyon jó, és azért nekem még jobbnak kellene. Nem ilyen, hogy akkor most... Ne, tehát, hogy kicsit... Ez furcsa volt tőle. Na, hát egy kicsit sértő, igen. Ráadásul alaptalan is, mert... Nem is, nincs is képbe teljesen, tehát ő vagy nem tudhatja, hogy milyen eredményei vannak, úgyhogy én vakon mondani, igen, vakon mondani ilyeneket azért az nagy felelősséget von maga után. Ja. És hát láttuk, hogy jogosan félt Máté, ugyanis ezen a héten ő esett ki a játékból egy nagyon durva párbaj után, ahol is Daninak volt a legrosszabb a statisztikája, viszont Franciót küldte ki ellene. Így érezte jogosnak, és Máté távozott az Exatlonból. Eddig az öt párbaj során nekem egyetlen egy volt, ahol számítottam az eredményre, vagyis én azt tippeltem meg, az a Gabi Franciska párbaja volt, én ott sejtettem, hogy Gabi fog kiesni, az összes többinél nem. Megint bebuktam, én megint azt hittem, hogy a Dani fog hazamenni. Úgyhogy én borzasztó vagyok ebből. Hát igen, és azért itt jött egy külső tényező, tehát hogy az a medál, ami Krisztiántól jött a Daninak. Mert hogyha nincs az a medál, akkor nem Máté esik ki. Mondjuk itt is az is egy kicsit érdekes kérdés, hogy kapott medált, de viszont Máté. Máté miért nem kapott? Nem, igen. Volt, Máté, van nekik több medáljuk is. Több medáljuk van, igen. Ezt Krisztián el is mondta a végén, és ez szerintem nagyon érdekes volt, hogy ő tényleg egy, ahogy odaadta volna az élményt Bálintnak, ő is, ahogy egy ilyen lehetőség adódott, ő már oda is adta a medálját egyből egy csapattársának. Igen. Sőt, már Gabinál is felajánlotta, csak Gabi nem fogadta el, szóval... És ez a csapattársaitól fura, hogy ezek szerint, én amúgy azt vettem észre rajtuk, hogy ők örültek annak, hogy Dani kerül vissza a játékba. Dani, ezt el is mondták, hogy mindenki másban jó. Máté lehet, hogy a pályán jobb, viszont így közösségi szempontból ők úgy érzik, hogy Dani többet tesz a csapathoz, és lehet, hogy ezért is volt, hogy nem ajánlottak fel medált Máténak, ami egy szegény Krisztiánt így azért elég kellemetlen helyzetbe hozta. Én azt gondolom, hogy ebből most így teljesen egyirányúan az jött le, hogy ő Dani szeretné vissza. Igen. És a csapat viszont utána nem állt oda, hogy Máténak. Én megadtam. Én biztos, hogy én adtam volna Máténak is. Az lett volna a fair, persze. Egy-egybe. Nem először fordul elő, hogy a csapat valakit nagyon hazavár. Erről nem esett szó még a múltkori adásban, hogy ugye a Dóri összesen 4 medált égetett el. Ti személy szerint elfogadtátok-e volna a helyébe azt a 4. medált? Ez csak ilyen off-topic, ez engem érdekelt, meg ezzel régóta készültem. Személy szerint nehéz kérdés, mert azért, amikor az ember ott áll, és benne van abba a gondolatmenetbe is, és átérzi azt a küzdés, amikor kitörnek belőle, az ösztön. Ott arról beszélhetünk, hogy lehet, hogy a néző, amikor nézi, akkor persze kívülről más láthat, de amikor valaki belül van a játékba, és bejönnek a túlélési ösztönök, akkor teljesen máshogy gondolkozik az ember. Minden csak arra fókuszál, hogy bennmaradjon és túlélje. Én is el tudom képzelni egyébként, hogy fogadjak el medált. De pont az ellenkezőjét is. Igen. Nehéz. Nem tudom, ez mindig egy adott, szerintem mindig ez egy párbajtól függ, hogy ott milyen szituációba keveredsz. Nem tudom. Na, hát ez is egy nagyon izgalmas hét volt. Jövő héten folytatni fogjuk a hét legizgalmasabb pillanataival. Most viszont engem érdekelne, hogy mi a leggyakoribb kérdés, amit megkaptok, mióta kiestetek, mióta itthon vagytok. Talán nekem az, hogy hogyan lehet bekerülni az Exatlonba, illetve hogyan is lehet felkészülni. Hát, amúgy ez nálam is ilyen top kérdés, hogy szeretnének jelentkezni az Exatlonba, és hogy készüljenek fel, hogy mi a... Adjunk tanácsokat, mit kell csinálni, hogy kell futni, mit kell csinálni, elképesztő sok kérdést. Te hogy készültél erre? Igazság szerint
hogy is mondjam, édesapukám készített föl, és a gyerekek játszóterére mentünk, miközben a gyerekek ott játszottak, én rohangáltam föl alá, és másztam föl a mászókára, estem le a mászókáról, a gyerekek megnéztek, hogy mit csinálok, a szülők is nézték, hogy mit csinál ez a gyerek, úgyhogy én a gyerekek játszóterén próbáltam felkészíteni magam. Mi volt az ügyességi utána? Az ügyességi? A gyerek. Nem a gyerekek. Dobáltad. Nem a gyerekeket dobáltam, hanem hoztunk ilyen kulacsokat, és akkor teniszlabdával dobáltam a kulacsokat, csak sokszor nehéz volt, mert a gyerekek mindig elvitték a labdámat, aztán elképesztő volt, hogy végigmentem. És akkor a kulacsot dobtad. Végigmentem a pályán, megyek oda a labdákhoz, nyúlok le, és nincs ott a labda, azt látom, hogy a gyerek játszik vele. Nincs, add már vissza a labdámat, köszi. Úgyhogy nehéz volt a felkészülés, de kalandos. És mi az, ami mondjuk mentál? Mi az, aminek hiányát érezted a játék alatt, és mi az, amire jobban kellett volna készülni? Talán a mindenki azt látja, hogy fizikailag nagyon rendbe kell lenni, de a mentális felkészülés szerintem az nagyon fontos, mert én még soha életemben nem voltam úgy, hogy távol voltam a családomtól, úgy, hogy nem is tudtam velük beszélgetni. Szóval a mentális felkészülés azt talán még erősebben kell erőltetni, mint a fizikai. De arra én például nem készültem föl. Bárki, aki szeretne, annak erre nagyon oda kell figyelnie. De hogyan lehet erre felkészülni mentálisan? Nem tudom, én a fizikai részt azt én is alá tudom írni, hogy sportolók vagyunk, akkor tudsz a legjobban felkészülni, ha minél több sportágat kipróbálsz, és mindegyiknek elsajátítod az alapjait, főleg az ilyen dobás technikákban. Ezen kívül szerintem a futás, ami nagyon fontos, és az, hogy ez gyorsan, tehát hogy ne ilyen lassan tudj sokat futni, hanem inkább robbanékonynak lenni. Na viszont a mentális vonal, ami nekem is a gyengém volt, és szerintem ez volt a legnagyobb gyengeségem benne. A család hiánya, ezt nem tudom, hogy kell rá felkészülni. Én azt gondolom, hogy fiatalon ez még talán könnyebb az embernek, de érdemes szerintem szakemberhez is elmenni, beszélgetni vele, hogy az, valahogy a céljaidat nagyon előtérbe rakni, hogy az sose felejtsd el, hogy miért jöttél ide. Ez, tehát valami ilyesmi, de még ezt én sem fejtettem meg, lehet, hogy ezért is vagyok itt. Látszik valakin, vagy van olyan sportág, ami különösen előnyt tud jelenteni itt az exatlon szerintetek? Például a labdajátékok, vagy tényleg az, aki az atlétikában volt toppon, aztán én sem mondom erről a véleményem. Mentálisan egyébként eszembe jutott egy sportág, ami ez fel is készíthető. A golf az egy olyan játék, ami igazság szerint inkább az elme játéka, mert ott elképesztően türelmesnek kell, figyelned kell, és mindent ki kell zárni. És abból nagyon sok mindent lehet tanulni a golfból. Szoktál golfozni? Szoktam. Én nagyon szeretek golfozni, és ott is ugyanúgy, hogyha egy rossz ütésed van, akkor vége a játéknak. És az megtanít téged az a golf, hogy hogyan is higgadj le nagyon gyorsan. Mert ott azért ott a exatlon pályán is, amikor nem sikerült egy pont, akkor minél gyorsabban le kellett higgasztanunk magunkat, hogy ne essünk ki. Te golfoztál? Nem nagyon egyébként, úgyhogy majd Geri megtaníthatná. Egyébként golfos videó. Ja, teljes mértékben. Csomószor egyébként el lehet dobni az ütőt, de nem kell. De egyből tudja, hogy csábítson be ebbe a sportba, minket nagyon, nagyon tud. De vigyázz rá egyébként, tényleg csomószor láttam, hogy fogja valaki az ütőt, eldobja és félte hozzávágja a másiknak, de vigyázz ez. Na, visszatérünk a játszótéri jelenethez. Golfütők is voltak ott? Nem, golfütők nem, de egyébként a édesapukám is már rászólt a gyerekekre, hogy ne vigyük már a labdát. Már ő is gondolkozott hozzá, mondjuk nem, de... Tudod-e, hogy melyik visszatérő elem érkezik most az adásunkba, Geri? Talán a jóslás, amikor meg kell tippelni az, hogy mi lesz a jövő héten, ugye? Honnan tudod? Láttad az előtt? Lehet, hogy láttam, lehet. Hú, de felkészült a srác. Most fogjuk megjósolni valóban, hogy melyik csapat jut a villába, kik fogják nyerni a karibi élményt, és hogy a végjátékba melyik csapat küldi a játékosait, lekövetkeztetve, hogy mi is történt a múlt héten. Ami nem lesz egyszerű. A múltkori jóslásunk neked amúgy 100%-os lett. Nem is figyelek, mert ja, az összejött ez a tippelés. Hát nem is, de... Nekem 80%-os, bár háromban nem tudom, hogy lehet nyomzat. Minden a lényeg az, hogy nekem kettő jött be Zozónak, meg egy. Hát Geri, rá tudok venni. Nincs magasan a mérce. Aha, jó. Kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz. Velem kezdünk? Persze. Ú, de király. Nézzük is meg, a villajátékon szerintem
Szerintem a kihívók fogják megnyerni. Fontos, fontos azért nekünk... mondod, mert te kihívó voltál? Igen. És nekik szurkolsz? Igen, természetesen, de nem, de egyébként nem. Azért mondom, mert a kihívók azok, mi mindig a Villára nagyon összpontosítottunk, hogy vigyük el, és úgy érzem azt, hogy megint el fogjuk vinni a Villát. Az élmény, az már egy más kérdés. Múlt héten a igen. bajnokok voltak, mert hogy nekik volt a videó, lehet, hogy most, ja, nem akarlak félbe, csak... Nem, igazad van, csak ezen gondolkoztam, hogy igazság szerint a videó előtt a kihívók vitték el az élményt, mert csomószor hallottam a bajnokoktól is, hogy nekik annyira ez nem volt fontos. Inkább pihenőnapnak tartották, mint hogy meg akarják nyerni. Szóval én azt mondanám, hogy ezt is a kihívók viszik el. Illetve a párbaj, én egy hirtelen halálra gondolok. A végjátéknál? Aha, egy hirtelen halálnál, és abban nagyon jók vagyunk kihívók, úgyhogy én akkor is azt mondanám, hogy a kihívók. Én úgy érzem, hogy a következő hetünk nagyon-nagyon jó lesz a kihívók számára, úgyhogy nekem mind a három voksom a kihívóknál marad. Hoppácska. Na, mit mondasz? Én jövök ezután. Hát én azt gondolom, hogy most annyira összetörtek a bajnokok ezzel, hogy mert ők, a legfontosabb náluk mindig az volt, hogy egyben maradjon a csapat, és a fiúk azért, ők egy nagyon, nagyon szoros, szoros kis... Na, több mint egy hónapig együtt voltak. Hát már. Igen, ezért szerintem ez most nagyon meg fogja őket viselni, és azt gondolom, hogy a hétfői villajátékra még nem fogják összekapni magukat, úgyhogy a kihívók fognak újba, a kihívók viszont nekik elég volt most egy faház, és emiatt ők mindenképp a Villába szeretnének menni. Viszont oké, az a nap nem jön össze, szerintem a bajnokoknak, viszont másnapra pont emiatt nagyon összeszedik magukat, úgyhogy az élményt azt ők fogják elvinni. És a végjátékra viszont én azt gondolom most így a múlt héten elnézve a kihívók csapatát, hogy nagyon egybe vannak. És szerintem megint bajnok kieső lesz. Azért egy lány, egy bajnok. Egy lány, viszont azt nem tudjuk, hogy lesz-e feltöltés vagy valami. De akkor is, ha valaki bejön, azért neki még új lesz minden. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kihívók mennek a Villába, az élményt elviszik a bajnokok, és a végjátékot viszont megnyerik a kihívók, és bajnok fog megint elmenni a héten. Nem akarok ugyanarra szavazni, mint ti, azért nem is figyeltem, hogy mit mondtatok, szándékosan nem tudom, hogy ki melyiket mondta. Én elmondom az enyémet. Szerintem óriási rendületet adott a kihívóknak ez a hét zárásuk, amit itt csináltak, és valóban ők nagyon nem szeretik azt a faházat, hát eddig egyszer voltak, ott szerintem nem akarnak második alkalmat, úgyhogy szerintem is a kihívók jutnak a Villába, hát ott már mindenkinek VIP helye van. Az élmény, na itt nem tudom, hogy mit mondtatok, és itt ezt nagyon nehéz belőni, mert a múltkori adásban azt mondtam, hogy akik a Villába jutnak, azok kapnak egy ilyen plusz löketet, és ezért az élményt is ezzel együtt elviszik, de ez kezdi meghazudtolni magát a múlt héttel is, meg aztán az előtt is, ami itt történt. Úgyhogy én bizakodva azt mondom, hogy ez most megtörik, és a kihívóknak lesz ez akkora lendület, hogy tényleg megtört a fiú csapat a bajnokoknál, hogy elviszik azt is, és hát a végjátékra meg kitart ez. És ez egy szerintem a jackpot az ugye nem egy szempont, de még azt is elviszik. Ez egy nagyon komoly hét lesz a kihívóknak. Legyen így, én ezt érzem ugyanígy, úgyhogy. És a bajnok szurkolók most nyomták el így a videót, hogy úristen, ez nagyon-nagyon... Na mindegy. Összegezve a jóslás szerintünk, hogy kihívó túlsúly lesz a héten, és a végjátékon is ők fognak dominálni, ezzel megint egy bajnokot fogunk hazaküldeni. Szerintünk. Vagy fogunk, bocsánat, ezt nem akarom így, mert már független szakértőként vagyok itt, de én ezt tippelem a hétre. De szeretnélek titeket is megkérni arra, hogy a komment szekcióba tippeljétek meg, hogy kik fognak jobban teljesíteni ezen a héten, bajnokok, avagy kihívók. És a komment szekcióból választjuk ki ennek a Technősznek a új gazdáját, ugyanis a Döbik Fem YouTube csatornán van nyereményjátékunk, ahol folyamatosan lehet elnyerni a kellékeket tőlünk, úgyhogy Technősz utoljára van itt köztünk. Kár érte, kiváló ügynök volt. Tudod-e, hogy melyik része jön most az adásnak? Egy újabb fejezet. Kérlek szépen a top. Top fini? Top fini. Top három fini. Mém. Mindig ezt mondta a pályákra, hogy top fincsi, top fini. Ja. Á, fini nálam ez egy. Engedd el, top fini. Exatlon mémeket láttál-e már? Egy keveset, de azok marhajók voltak. Magadról is van? Igen, azokon elképesztő volt. És ma lesz te egy marhajó.
És ma lesz egy marha jó. Aj, és tudja, akkor te már láttad az egyiket. Egyet láttam csak, hogy mit választottál ki. Nagyon jók, ott kéne majd nézni. Na hát akkor az első az... Hát nem is tudom, hogy magyarázni. Szerintem ez magáért beszél. Esküszöm, tisztelem azokat, akik ilyet csinál. Elképesztő. Hogy jut valakire kérdezni? Ez a ziplinos pálya volt, amikor leugrottam. Amikor le kellett ugrani. És ezt egy rodeóval ötözték. Nem tudok mit mondani, zseniális. Olyan kreatívok tudtak lenni, hogy hihetetlen. Úgyhogy folyamatosan gyártsátok ezeket, hogy aztán bekerülhessen az adásba, mert tényleg nagyon jók. A következő a nagy hoho a horgász. Ez valami kötélhúzós, vagy valami, amikor le kellett húzni. Hát abból... Abból egy jó fenekezés. Abból jó süldőzős frank... franci látható, hát... Zseni. Nagyon jó. Melyik a harmadik? Hát a harmadik a kedvenc, a nagy kedvenc. Az Epic Sax Guy megvan? Gyerekek! Hát az ő mindig is azt ő volt. Azt a mindeni. Hát ez nem hiszem. Hogy lehetséges az, hogy nekem is fura ötleteim szoktak kijönni a fejemből, de ez elképesztő. Gratulálom. Nem tudom, ki csinálta. Exatlon betét dalát éppen Laci szakszofonon játszol. A főcímnek a dalát. Jaj, nagyon jó. Úgyhogy ők voltak a heti top 3 mém, és várjuk továbbra is a tiéteket. Ha valakitől nagyon sok jó mém érkezik, akkor szerintem majd biztos valami extra jutalommal is fogjuk részesíteni, mondjuk egy kókuszdióval. Vagy egy ananásszal. Na de, vegyünk szerintem könnyes búcsút Technoise barátunktól. Egy utolsó érintés, ha szeretnéd. Alá szeretnéd írni? A hasára amúgy pont lehet. Szerintem búcsúzunk egy haú. Hauval. El kéne búcsúzni tőle egy haúval. De azt tudod, hogy a papagájnak viszont haú papagáj. Haú papagáj? Ő lesz a jövő heti. Haú teknős. Akkor hivatalosan is. Hogy kell haúz? Én még nem csináltam, ezt ti tudjátok, hogy kell. Föl a kéz. Fönt. Így. És utána el. Haú. Jó, akkor ez volt a fő próba. Végezzük meg még egyszer. Végezzük. Haú. Vigyázz magadra, teknős. Nem hiszem, hogy valahogy még lehet fokozni, de vigyázz magadra, teknős. De lássuk, hogy ki is nyerte meg. Ugyebár ezt úgy lehetett nyerni, hogy Lacinak csináltunk egy ilyen szövegbuborékot, és az oda legviccesebb... Legkreatívabb feliratot író komment elő. Aki, hát a top 3-at soroljuk fel, szerintem növekvő soron, de kezdjük a harmadikkal, az... Konkrétan Horváth Bálint volt, aki azt írta oda, hogy amikor te vagy az egyetlen, aki egy daruk kosárból nézheti a versenyt. És Laci tényleg onnan kommentált. Lacinak ez tetszik? Fú. Onnan milyen panoráma lehetett? Voltunk magas helyeken, de azért az extra. Igazából ez külön díjas is lehetne nekem személyes kedvencem. Nem létező íveket használ körbe autózza. Ugyebár ez egy ilyen nagyon ikonikus palik szöveg. Én amúgy tőled még szerintem 10 éve hallottam, én nem tudtam, hogy az ő az a van egy ember a pályán, ha vigyék már onnan! Azt nem tudtam, hogy az palik, Laci. Hová tűnt Démon Hill? És az abszolút egy győztes az Réfi Dalma volt, aki azt írta, hogy amikor te vagy az egyetlen, aki garantáltan marad a játék végéig. Gratulálunk, Dalma, és már ha jól tudom, fel is vették veled a kapcsolatot. A YouTube akkodon írtak neked üzenetet. Igen, azt csekkold, de mindenféleképpen a kommented alá várjuk az e-mail címedet, és akkor eljuttatjuk hozzád ezt a kedves teknőcöt. Na de lássuk az eheti fényképet. Franci fog rajta szerepelni, a saraspálya végén áll. Ide is tettünk nektek egy szövegbuborékot, ahova írjatok vicces feliratokat, és csináljunk belőle egy királymémet. A nyertes ezen a héten haú papagájt nyerheti meg. Haú papagáj! Ez volt az Exatlonról szakszerűen elemző műsorunk Pálfi Gerivel. Köszi, hogy jöttél. Én köszönöm szépen, és még egy dolog. Megtennél légy Cibeni nekem valamit? Ne. De, nyugi, csak a légvédelmi ágyumat kellene megtölteni. Jó, megnyugodtam. Az elején megbeszéltük azt, hogy ki szeretném lőni, és ezt most meg is szeretném tenni. Megtisztelsz vele. Én, köszönöm szépen. Felhúzom, és kérlek szépen egy töltést. Köszönöm szépen. Sokkal jobban érzem már magam. Köszönjük, hogy itt voltatok. Jövő héten is találkozunk. Új elemzés, új jóslás, új nyereményjáték. A viszontlátásra. Sziasztok! Ahoy!